Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható május hónapban a vízöntő jegyében születetteknél? Az indiai asztrológia szerint megtekintjük most a bolygók állását. Ha nem tudod azt, hogy melyik jegyben születtél a védikus asztrológia szerint, a videó alatt ott van egy tabella, akkor utána nézhetsz. A vízöntő jegyében van Mars bolygó és Szaturnusz bolygó. Mars bolygó jelentheti a te életerődet, hova kellene befektetni az erődet, vagy hogy tudnád védeni magadat, de Mars bolygó jelenthet egy férfit is, aki közeledik hozzád. Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat, ez lehet egy kármikus kapcsolat, vagy Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak mindig sorsdöntő döntések, találkozások, változások, és ez most a vízöntő jegyére hat ki. Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó a szomszédos jegyben van, a halak jegyében, és ez segít, hiszen közel áll hozzád, itt megvan a közelség, a bizalom. Neptun bolygó az jelenthet egy kreatív tevékenységet, hiszen utal az intuícióra, az inspirációra. Neptun bolygó jelenti az álmokat is, most megvan a lehetőség, hogy ez az álom megvalósuljon. Jupiter bolygó szerencsét hoz, vagy utal egy bírósági ügyre, vagy egy bizonyos helyzetre, amit te eddig igazságtalannak tartottál, itt javul a helyzet. Vénusz bolygó jelentheti a nőiességedet, ha egy hölgy vagy, de jelenti a szerelmet is. Merkur bolygó a bika jegyéből nem hat jól a vízöntő jegyére. Ez lehet egy kellemetlen beszélgetés, vagy egy előnytelen szerződés. Inkább várj arra, amíg Merkur bolygó elbúcsúzik a bika jegyétől, és áttér az ikrek jegyébe. A napi horoszkópokon ezt úgy is mondom, hogy hol vannak a bolygók, tehát itt figyelheted ezt, és ha Merkur bolygó már az ikrek jegyében lesz, akkor lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, tehát légy kicsit még türelmes. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit jelentenek a kártyák, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez a havi jóslás megrendelhető nálam. A díjam 3500 forint. És most megnézzük azt, hogy mit közölnek a kártyák. A hold az jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket. A hold alatt itt van a gyermek, ez utalhat egy kisbabának a születésére is. A következő kártyán látható a mozgás, de a torony az utal a korlátozásokra. Lehet, hogy szeretnél valamit elérni, és szeretnéd azt, hogy előre menjenek az események, de itt vannak még korlátozások. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy is, vagy egy bírósági ügy, ahol itt még vannak nézeteltérések, valami még homályos, hiszen a torony alatt ott van a felhő, ami azt jelenti, itt valami átláthatatlan. Ez a felhő utalhat fél évre is, tehát gondold át, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy ez a kapcsolat, vagy ez az esemény visszatér hozzád, és kell valamit tisztázni. Ez a ház utal az otthonodra, vagy a környezetedre.
és a környezetedben megjelenik a ravasz róka. Tehát van hamisság, vagy szerződéseknél, vagy vannak hamis emberek a környezetedben, ezek lehetnek a szomszédok, vagy a rokonok. De szerencsére itt vannak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, tehát az egerek eltávolítják a ravasz rókát, ezt a helyzetet, vagy ezeket a személyeket. És utána kisüt a nap, itt lesznek változások, hiszen a gólyák utalnak változásokra, és meg lesz újra az életerő, ezt jelenti ez a jeges medve. Ez a gyermek lehet egy kisbaba születése, mint ahogy mondtam, vagy utalhat a gyermekekre, az is lehet, hogy ez a torony az iskola, és itt nem mennek előre a dolgok, beszélni kellene a tanárokkal, hogy itt tisztázódjon valami. A gyermek jelenthet egy új kezdetet is, és ez a kígyó a változásokat, a megújulásokat, vagy a gyógyító erőt. A kígyó mellett itt van a fa, ami szintén egészségügyi témákra, vagy gyógyító erőre utal, és itt van a tudás, a tehetség, vagy a továbbképzés. Mivel a könyv mellett megjelenik a koporsó, az jelentheti azt, hogy itt régi tudásról, bölcsességről van szó. Vagy, amit a koporsó még jelenthet, hogy eddig minden olyan mozdulatlan volt, nem tudtál semmit elérni ezen a téren, de akkor itt a kasza segít, hiszen a kasza eltávolítja ezt a helyzetet, ezt az állapotot, a kasza eltávolítja a felhőt, mindazt, ami átláthatatlan számodra, és akkor itt van a végén ez a virágcsokor, az egy kellemes meglepetés, vagy utalhat arra is, hogy itt kialakul nálad valami, egy ilyen magánvállalkozás, és jelenti a kreatív munkát, a kreatív tevékenységet. A téli hónapokban voltak problémák, nehézségek, ez lehetett egy örökösödési ügy, de a sarló itt látható, és a sarló elvágja ezt a helyzetet, tehát itt rendeződik valami, és kinyílik itt számodra egy új ajtó, ezek a lehetőségek, és ez a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket, és ez kihat a sorsodra, kihat a sors utadra. Itt ez a kép, a hajó jelenti a reményeket, tehát megvan arra a remény, hogy itt fontos döntések legyenek, változások, különösen ami a hivatásodat, a továbbképzéseket, a családot és a munkát illeti, hiszen ez a kép, ez a horgony jelenti a munkát és a hivatást. Ez a hajó jelenthet külföldi utazásokat, külföldi kapcsolatokat, és itt ez a gyűrű nem csak a kapcsolatokat jelentheti, hanem szerződéseket is. Ha egy férfi vagy, akkor itt jelensz meg a képen. A nőknél lehet ez a lelki társ is. A fölötte lévő kártyák utalnak az ő gondolataira. Itt voltak hamisságok a múltban, de ez elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Itt kiderül az igazság, és a gólyák jelentik a változásokat. Nála megvan az élet erő, és a halak szintén erősek itt, azok jelentik az anyagi dolgokat, javulni fog az anyagi helyzet. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy a képen, és a fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt vannak az anyagiak, az értékek.
azt is jelenti ez a kártya, hogy ez a férfi értékes számodra, és gondolsz rád. Itt lesznek változások, megvan a vonzalom kettőtök között. De ez a férfi jelenleg más irányba tekint. Ami őt érdekli, ez a munka, a hivatás, a család, vagy az otthon, vagy azt is jelentheti, hogy szeretne venni egy lakást, vagy egy házat, hiszen ez a kép utalhat ingatlanokra, és fontos számára ez a szerződés, ez lehet egy munkahelyi szerződés, vagy lehet ez az ingatlan, ennek a vásárlása, és itt van a háttérben ez az anyagi helyzet, ami javulni fog. Ez a férfi szeret téged, hiszen a szív összeköt benneteket, és a halak jelentik a belső értékeket is. Itt szerencséd lesz a szerelmi élet területén, de ez a férfi jelenleg úgy elnyomja az érzelmeit, más irányba tekint. Viszont nyár elején változik itt a helyzet, fordulnak a dolgok, kimutatja az érzelmeit, tehát bíz ebben a szerelemben, hiszen itt látható a szerencse, a kapcsolat, sőt, ez lehet egy házasság is, ez a hajó, a külföldi kapcsolatok, utazások, egy nászút például. Bíz ebben, és itt lesznek a változások, a döntések, és ez a virág jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot, itt tisztázódik valami, és minden úgy lesz, ahogy meg van írva, ez a szerelem meg van írva a csillagok képében. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. Itt vannak még korlátozások vagy hivatalos dolgok. Lassan előre mennek az események. Itt megkapsz valamit, de azért légy óvatos, mert megjelenik itt a hamisság, de az egerek segítenek abban, hogy eltávolítsák ezt a helyzetet, vagy ezt a szemét. És akkor itt megjelenik a virágcsokor, az utalat a szépségedre, az is lehet, hogy valaki irigy rád a szépséged miatt. Amit a virágcsokor még jelent, egy kellemes meglepetés, itt változások lesznek, itt van az életerő, és a nap jelenti azt, hogy megvan köztetek ez a vonzalom. Második hét, május hónapban itt látható. Változások, megújulások, itt a gyermek utal egy új kezdetre. Ez a két kártya jelenthet egy nőt egy gyermekkel, vagy egy kisbabának a születését. Akkor is, ha itt még valami átláthatatlan, javulni fog a helyzet a környezetedben is, hiszen a virágcsokor egy vonalba van a házzal, tehát megszépítesz valamit, vagy lesznek itt jó kapcsolatok, barátságok is. Akkor is, ha a hamisság még itt van, azért légy kicsit óvatos, de vannak jó kapcsolatok is. Ez a férfi áll a középpontban, és szeretne valamit változtatni a munkahelyén. Esetleg az otthonát illetően itt vannak a szerződések. Egy barát segíthet neki ebben. Itt kiépül valami, ez lehet egy vállalkozás is, vagy azt is jelentheti, hogy keresi az otthonát, ahol le tud horgonyozni, és itt vannak a szerződések és az anyagiak, tehát rendezi az anyagiakat is. Harmadik hét, május hónapban itt látható. Ez a nyugalom, ez lezárul. Valaki eltitkol előled valamit, de itt ki fog derülni az igazság, hiszen a koporsó le fogja zárni ezeket a titkokat, és ez a sarló segít ebben. Az is lehet, hogy itt válásról van szó, és a háttérben itt vannak a titkok. Ez a fa jelenti azt, hogy oda szeretnél érkezni az életben, ahol le tudsz gyökerezni.
Ez lehet a hivatás, a lakhely, vagy a párkapcsolat, és ebbe az irányba mozognak az események, és ez a kártya jelenti a reményt is. Itt lesznek szép kapcsolatok, beszélgetések, egy jó hír, különösen, ami a szerelmet illeti. Utolsó hét, május hónapban itt látható a képen. Ez a hegy utalhat még problémákra, a kasza esetleg válásra. De a kasza jelentheti azt is, hogy eltávolítja a hegyet, és eltávolítja ezt a koporsót, ami azt jelentheti, hogy eddig nem volt mozgás, nem ment előre semmi, minden olyan csendes volt, nem tudtad, hogyan tovább. És a könyv jelentheti a titkokat, vagy ő zárkózottságát. Ez a két kártya jelenthet régi tudást, bölcsességet, itt gyógyító erőről van szó. Itt nyílik egy új lehetőség számodra, megkapod az elismerést, változik valami a sors utadon, de légy óvatos, mert van valaki a háttérben, aki meg akar bántani téged. Itt fontos döntésekről lesz szó, és te rendezed ezeket a dolgokat, hiszen itt tisztázódik valami. Itt van a szerencse, egy jó hír, különösen, ami a szerelmet illeti, és a csillagképek szerencsét hoznak neked, vagy jelenthetik azt is, hogy egy spirituális területen szeretnél dolgozni, szívvel, lélekkel, itt megvan nálad ez a tiszta energia, pénzt kapsz érte, itt a szerencse, és ezeket a döntéseket fogod hozni. És lehet, hogy valaki irigy rád, figyelget téged, és mond valamit, ami megsért téged, hogy elterelje a figyelmedet, hogy ne bízz ebben a tehetségben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!